Na, sziasztok, Roli vagyok. Most egy ilyen idegölős videót szeretnék készíteni egysém, hogy megy ezeknél a ilyen nagy cégeknél, ilyen magáncég úgymond, és hát ilyen videójáték boltokról szeretnék most így beszélni, főleg egyről ki szeretném emelni, és most nem érdekel ki mit gondol, én ezt most elmondom, nekem a saját tapasztalat, hogy esetleg ha ti is vásároltok ott, akkor arra figyeljetek, nem ügyeljetek, ugye? Kezdődött ott a dolog, hogy ugye nyáron, tavaly nem tudom már mikor, ugye néztem Hörbinek a videóit, és aztán feltűnt valami kis reklámanyag ott a videói alatt, mégpedig az a két szó, vagyis hát egy szó, egy bolt neve, hogy konzolvilág. Na most, hogy mi is ez a konzolvilág? Ugye a konzolvilág Pesten egy ilyen konzolbolt, ugye, ahonnan játékokat lehet rendelni, meg különféle konzolokat, meg gépalkatrész, mit tudom én, mit lehet még ott pontosan rendelni, de inkább ilyen konzolos bolt, ami nagyon fel van szerelkezve, nagyon új, meg mit tudom én ilyenek. Na most, én onnan rendeltem kétszer, a mai napon is rendeltem, amit most hoztak meg, de majd erről szeretném még külön beszélni, de ami a lényeg, kérem szépen, hogy ma is rendeltem, most a szerdán rendeltem én, ugye ezt a játékot, meg is mutatom, ezt a Dark Souls 2, ugye PS4-es Edition. Ez nagyon jó játék, nekem megvan PS3-on, csak azért lettem PS4-re, ugye, mert hogy lenne hozzá ajándék is, meg hogy ez már Full HD, meg 60 FPS, meg leköptem. Úgyhogy azért rendeltem meg. Na most, ugye én nézegettem boltokat, és néztem, hogy ugye a PS3 volt Collector's Edition, amit meg szerettem volna venni, de aztán csak nem vettem meg, ezért a simát vettem. Reménykedtem, hogy ehhez is lesz valami Collector's Edition, vagy valami ajándék akár lesz ehhez. Na most, nézegettem az összes boltot, és nem találtam sehol semmit, kivéve a konzolvilágnál, ahol ugyan, ahogy, na, ezt nem jól elmondtam, szóval ahol is volt egy ilyen előrendelő ajándék, aki előrendeli A4-es méretű ilyen fémlemezt kap, ami nagyon jól nézett ki, és volt rajta egy ilyen emberke, meg mit tudom én, egy egész nagy ilyen fémlemez, és mondom, na, akkor megrendeljük tőlük, egész olcsó is az ár, meg ingyenes kiszállítás, mondom, akkor ez jó lesz, meg lesz hozzá ajándék is. Na igen, szerdán megrendeltem, addig péntekre azt mondták, hogy akkor megjön, és most volt péntek. Reggel én beállítottam az órát direkt, hogy felkeltem olyan 10 órakor, hogy mondom, általában az ilyen futárszolgálatosok ilyen 11-12 felem egy szoktak lenni. Na én 10-kor keltem, megreggeliztem, megevédeltem, mit tudom én, közben játszottam, és már full ideg voltam, már közben is akartam videót csinálni, miért nem jön a csomag, mert nem jött a csomag. És most van, kérlek szépen, menteket, 3:43, és most volt előbb itt a postás, tehát a magyar posta, mert közben küldtek egy üzenetet a telefonomra, hogy a magyar postával, tehát ennek a boltnak nincs saját futárszolgálati cég. Szóval a magyar postával küldték, a magyar posta pedig azt tudni élik, hogy az meg ilyen nagyon kényelmes, szóval az óránként egy helyre elmegy, és mondom, tehát 3 órakor most érkezett meg. Ezzel nem lenne baj. Csak ez, hogy más futárcégek, például GLS, meg DPD, meg ezek szoknak nekem hozni, most nem erre kell, kit mondok, ezekben én bízok. Ezek 1000 forintért, öcsém, 11-re olyan betonstabilan itt vannak elsőként, hogy ihaj. És akkor még van idő játszani. Most 3 óra, ezt feltelepítem, lesz 6 óra, játszok 2 órát, az csókolom ennyi. Aztán meg feküdtetek le, mert holnap meg hamar kell kelni, menjünk boltba. De ez nem is baj. Csak érted, hogy postával adják fel. És akkor itt van ilyen ellenőrző kód, hogy lehet ellenőrizni, beértem a posta.hu-ra, kézbesítés alatt van. Na de még ezzel semmi baj nem lenne, teljesen jó az úriember ideadta a csomagot, és akkor nézem, ekkora csomagban van, tehát így mutatom, ekkora csomagban. Most nézem, hogy ez, leméregettem, hogy ez olyan A4-es csomagnak megfelele, mert ugye van benne egy előrendelői A4-es fémlemez. Na most így nézem, hogy mondom, ez össze lesz hajtva, hogy eltörték, vagy kiszedték, én nem tudom. Szóval ebben szerintem nem fél el. Most kimondottam a csomagot, mi fogadott benne? Ez! Tehát az alapjáték maga. Most nem azt mondom, hogy nem örülök, mert nagyon örülök neki, de tehát egy ekkora csomag. Most írtam nekik, most hogyha nem fogják kiküldeni azt, amit én rendeltem tőlük, mert azért rendeltem tőlük, mert volt náluk előrendelő ajándék, hogyha nem fogják nekem kiküldeni, Isten üzenetén ugye, hogy van, én visszaküldöm nekik, és visszakérem a pénzem, és soha többet nem fogok rendelni, és ez óvakodjatok ti is ettől, vagy hát intelek benneteket, de most ez mindegy. Szóval az a lényeg, hogy figyelmeztetek, hogy a konzolvilágtól
nem érdemes rendelni, vagy miért nem érdemes rendelni. Hogyha bármi ajándék van a dologhoz, meg még mindjárt mondok még egy történetet a PS Vita-val kapcsolatban. Szóval bármi dolog van egy előrendelői vagy ajándék, azt ők nem fogják alapból neked kiküldeni. Ez már háromszor rendeltem, kétszer tuti, egyszer nem magamnak, de rendeltem még egyszer, tehát háromszor, mind a háromszor olyan állapotban küldték ki nekem a dolgokat, hogy még egyszer vagy kétszer kellett írni, hogy küldjék már ki a többi cuccot is, amit rendeltem, és le volt írva. Úgyhogy én erre szeretnék benneteket figyelmeztetni, hogy a konzolvilágtól ne nagyon rendelgessetek, mert mondom, én is, tehát már rendeltem tőlük olyan 60 ezer forint értékben dolgokat, tehát azért nem kis pénz. És oda van írva, ami oda van írva, és nem azt küldik el. Most elmondok valamit a PlayStation Vita-val kapcsolatban, amit már ki is bontottam, meg is lehet nézni, van egy unboxing videó róla. Na most a nyáron rendeltem ennek PS Vita-t is tőlük, néztem, és itt volt a legolcsóbb, meg minden, mondom, akkor megrendelem. Annyi volt a dolog lényege, hogy azt mondták is, hogy az volt rá, hogy ilyen 8 gigás kártya van benne, de hát azt szépen áthúzták, mert hogy abban nincs, mondom, oké, tehát ezt utólag így úgy küldték el, hogy nincs benne 8 gigás kártya, a honlapon meg az volt, hogy van benne 8 gigás kártya, szóval azt külön kellett benne venni, de azt már nem is onnan rendeltem. Annyi volt elég, hogy megjött a csomag, kibontottam a dobozat, tehát a fő doboz, amiben be van csomagolva, az a PS Vita meg a pakkos doboz, két oldalt így jó nagy szakadás ki volt szakítva, nem mondom, biztos a postások elszakították. Utána kibontottam, a csomagolás pedig ki volt bontva, ki voltak szedve belőle a dolgok, tehát a memóriakártya, illetve az IR Play Card, vagy mit tudom, én azt is már háromszor írtam meg nekik, hogy küldjék el, aztán elküldték utólag. És még egy csomó dolog így hiányzott, meg nem is új voltak, ahogy gyárilag bele vannak téve. Szóval az már ki volt bontva, és úgy valahogy előkapartak egy ilyen használt dobozt, majd visszatették, beceluxozták, a PS Vita ráadásul lehet, hogy még nem is eredeti volt, én nem tudom, van rajta valami ilyen spanyol felirat a hátulján, szóval az nem tudom, mindegy, azóta is használom, az még hál' Isten jól megy. De hogy egy szakadt dobozt adnak ide, érted? Meg ki van bontva a csomag. Meg ezt is megrendelem, érted? Azt elküldik az alapjátékot. Holott ott volt odaírva, hogy ajándék előrendelői A4-es fémlemez. Most ezzel nem lenne baj. Csak érted, most minek kell nekem még levelezgetni velük, amikor valamit megrendel az ember, elvárná, hogy ezt kapja. De nem azt kapja. Szóval ezt most így el kellett mondanom, ez a véleményem a konzol világról. Én megbíztam bennük, de most, hogy már harmadszorra átcsapnak, átvágnak, így már nem fog tőlük rendelni. És remélem nektek nem volt ilyen tapasztalatotok velük kapcsolatban, nekem sajnos igen. Úgyhogy ez volt az utolsó alkalom, hogy rendeltem tőlük, úgyhogy hát ez van sajnos. Mindegy. Szóval most megyek azért Dark Souls-hozni, de nem vagyok megelégedve velük egyáltalán. Na mindegy, ezért köszönöm, hogy megnéztétek. Ez most kisebb ilyen negatív dolog volt. Ma reggel úgy kezdtük, hogy elment az internet, aztán egy másfél óráig semmi nem volt, mert UPC és most valami dolog van. Aztán vártam a postást, ugye reggel 11-től, az 3-ra végül megjött, ilyen nagy lazán. Aztán még ebbe sincs meg benne a cucc, úgyhogy most ez katasztrófa. Na mindegy, de köszönöm, hogy megnéztétek. Ebbe a sites pólomba itt nagyon szépen lerédzseltem nektek, úgyhogy hát ennyi. Na mindegy, sziasztok! Ez borzasztó, hogy